Meg kéne tölteni a fegyveremet, ne bánts, ne bánts! Oh, 16-os. 16, nem, 18-os, oké, csak a scattergunomat néztem. Hápít, hápít! Hápít, légy szíves, légy szíves! Adja hápít! Mi történik? Üdvözlök mindenkit, én Baszlop vagyok, és ez itt a következő Team Fortress 2 videóm, amiben egy újabb killstreak kívást fogok csinálni Scouttal is. Lelőjük a lagoló Spyrot, meg a nem lagoló Scoutot is. Mindjárt itt le... ott, úgy. Megmentettem a kis seggedet, megmentettem a kis popsidat. Nem, őt nem érdekli. Ő szeretne csak úgy tovább menni és játszani, ami valamilyen szinten érthető, de azért igazán meghálálhatná. Legalább egy ilyen kis tankszel, tehát hogy legalább köszönje meg, hogyha már megmentettem. Ott van még egy Spy, úgyhogy szerintem én azt nem mulasztom el megölni. Leszúrt egy Spy-t, ami elég szomorú, de... itt van. Itt van, gyerekek, meg lesz, meg lesz. Ha én Spy lennék, akkor pont itt lennék. Oké. Okay. Azt hiszem nem pont jó irányba menekült, tehát hogy én szerintem inkább arra menekültem volna, de... Hát mindegy, ő tudja, igazából meghalt, úgyhogy annyira lehet, hogy nincs igaza, de hát mindegy, az ő dolga, hogy merre menekül, akkor is, hogyha ez esetleg egy rossz választás. Úgy, 6-os kőszrik megvan, ne ölj meg ott a... Ah, köszönöm szépen, hogy hagytad, hogy elérjem a HP-t. Még megölöm, ő nagyon low HP-s. Úgy, belopták, mindegy. Mindegy, a lényeg, hogy meghalt. Nekem úgyis már van egy ilyen kis, jó kis kezdő killstreakem, úgyhogy talán ezt az egy killt ezt most el tudom így hajtni. Van fenn egy rakás sniper is, egy az lepottyant elém, úgyhogy ez így elég viccesen nézett ki, de ne lopkodjál be mindent. Oké, hogy egyet-kettőt átengedek, de azért ez idő után azért nem fog működni. Egy idő után azért én szeretném a saját killeimet, mert hát végül is egy killstreak kívás, ahogy hát éppen csinálom, úgyhogy annyira azért nem lenne jó, hogyha mindent belopnának. Azt is? Wow! Jó, azt nem pont belopták, mert csak úgy felégett a gyerek, miközben lőttem, ne bántsatok! De azért valamilyen szinten szerintem az is... Hova, hol vagyok, mi ez? Kettő, Ez nagyon durva harc, és csak kerüljek ki belőle élve! Kettő HP-val menekültem, és 9-es killstreaken vagyok, úgyhogy ez így azt hiszem eléggé eseménydús volt, és közben nyerünk is egyébként, úgyhogy ide jövök, és legtöbben azt mondtátok, hogy számoljuk bele ezeket a kis pálya végi, kör végi killeket is, úgyhogy ha ezt szeretnétek, akkor oké. 12-es killstreak, gyerekek, valaki itt... mennyien vannak, aki még hallod? Még rakás embrit szaladgált, pedig azért már eléggé régen vége volt a körnek. Jó, hát akkor egy ilyen köböl 12 vagy 13-as killstreaken volt, akkor beleszámoljuk a körvégi killeket is legyen, akkor úgy, hogyha szeretnétek. Akkor így a legelső körben ez így elég jól alakult, hogy 13-at elértem, vagy valami akörülő számot, úgyhogy remélem, hogy azért ezt meg tudom dönteni most. Ne, mi baszta? Mekkorát sebződtem úgy hirtelen? Láttátok? Lehet, hogy random creep volt, vagy valami ilyesmi, de hirtelen úgy az átlagosnál, azt nem számítottam rá, hogy most meg lesz, de sikerült általam szerencsére. Tehát, hogy átlagosnál eléggé nagyobbat sebződtem hirtelen, amit nem tudtam mire vélni, de hát ez van. Ó, szia, heavy. Azért nagy heavy-ket, meg ilyeneket mindig elég vicces megölni valami kis low damage-es fegyverrel, ami hát a scout közelcére azért eléggé rábontató, mert azért nem túl sokszor összevele, és nem is nagyon van rá lehetőséged, meg nem is sebez túl sokat. Ez szerintem ugyanaz a scout, akit előbb itt furcsa lelőttem, úgyhogy lehet, hogy most egy kicsit úgy kezd utálni. És igazából ezt minden videóban elmondom, hogy lehet... Én nekem azt hittem, mert ez egy kicsit több HP-n volt. Mindig nem tudom, mennyi kőszrik volt ez, de semmi számottevő, mert akkor emlékeznék rá. De ezt minden videóban elmondom, hogy ha megölök egy embert úgy kétszer-háromszor, akkor biztos utál engem, de azért nem feltétlenül. Tehát, hogy oké, lehet, hogy ideges már rám is, lehet ki is lép a szerverről, vagy ilyesmi, de azért nem mindenki ilyen, úgyhogy van, aki csak így nevet rajta, hogy jó, az a scout az mindig megöl. Hát nem tudom igazából. Biztos vannak ilyen emberek is, úgyhogy azért nem kell feltételezni mindenkiről, hogy rögtön ideges lesz, vagy bármi ilyesmi. Foglaljuk a pontot úgy, hogy igazából, mi volt ez? Nem számítottam, hogy ez el fog találni engem, úgyhogy kicsit meglepődtem. Tehát a killstreak kívásos videóknál az az érdekes helyzet áll fönn, amikor vannak olyan helyzetek, amikor szeretném inkább hagyni az ellenséget, hogy elfoglalják a pontot, mert akkor tovább tart a játék, és nekem több időm van abban a körben még killeket is ezáltal killstreaket szerezni, úgyhogy ez még nem feltétlenül egy olyan, de azért ilyen előfordulat, hogy hagyni fogom őket elfoglalni, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy erre majd úgy számítsatok. Jó, első killstreak megvan, ez még semmi különleges, benézzünk itt. Ugye azt, az ilyen sniperek, ezek az ingyen killek, gyerekek, ezek a kis kisegítők. Vannak a normális killek, amiket megküzdök minden a másik scout ellen, vagy bármi ilyesmi, aztán pedig vannak a kis random sniper killek, akik hát ilyen kis rásegítők, úgy oké, szereztél 3 nagyon durva killt, akkor most esik itt van 5 sniper kill, úgy ajándékként, körülbelül így működik ez a rendszer. Ez a fegyver, ez miért nem sebez? A random killtel sikerült megölni végre azt a pyrót. Hát, az érdekes volt. Jó, igazából nekem nincs bajom ez az orosz nevű gyerekkel, velem van egyáltalán?
kikeltük, nem tudom kivel volt. Én nem tudom mit csinált, hogyha csak azért kikelték, mert orosz a neve, akkor ez diszkrimináció, úgyhogy ilyet nem csinálom a gyerekek, ez csúnya dolog. De egyébként biztos meg volt az oka, tehát illetve afkolt, vagy talán csalt. Az mondjuk vicces lett volna, hogyha mondjuk csalt volna, akkor átálltam volna ellene, és megpróbáltam volna megölni. Mert az azért úgy mindenki vicces dolog, hogy alázol például egy csalót. Van aki nagyon kis béna csalók, akit azért elég könnyen lehet megölni, sőt akár alázni, úgyhogy lehet, hogy ő is egy lett volna közülük. Ó, ingyen kill, ha csak be nem lopják. Nem? Mégis ingyen kill? Oh, oké, de mégis ingyen kill. Kicsit megijedtem, mert egy ilyen kombót próbált használni rajtam, de nem igazán jött össze neki, úgyhogy én jöttem ki jobban a dologból. Ó, mennyi ember van, akit hátba lehet lőni. Láttátok, az a Soldier bevetette magát a tömegbe, és már a holttest ért le csak a földre. Ez egy nagyon epikül nézett ki. Számára biztos nem, ő elég szomorú lehet most, de az a Soldier ez nagyon jól, lő, igen. Nem jutott az eszembe a szó, úgyhogy egy kicsit problémás volt. Itt ez a Soldier. Lehet, hogy a Soldier lesz most a fő ellensége, mert minden videóba kell egy, nem? Így működik ez valahogy, nem? De valami sárga sapkás Soldier, ennyit tudok róla. Ez mint amikor ilyen valami történetet olvasol, hogy valaki meglátott az utcán egy tök jó másik embert, és úgy egymásra néztek, és soha többé nem találkoztak. Én most itt nem tudom miközben. Ezt miért követtem egyáltalán bele? Én most láttam ezt a Soldiert, és így valahol van ő is, és nem tudom hol van, és csak pár dologra emlékszem belőle, úgyhogy... Hallj már meg, Demoman! Neked annyi HP-nak azért nem szabadna lenni, hogy ennyi lövés túléljél, de mindegy, engem se öltek meg, úgyhogy... Annyira nem bánom, HP-ra vársz? Nekem jobban kell, ugye tudod? Mit csinálsz te ott? Lebeg a gyerek, hallod? Ne! Benézett ide a scout és látta, hogy itt valami party van, úgyhogy elkezdett lőni a shotgunnal. Ez mondjuk nem egy ilyen átlagos viselkedési forma, de... Hát ki tudja, lehet, hogy orosz a gyerek. Oroszországban ez ilyen megtörténhet egyébként. Oroszországban bármi megtörténhet a gyerekek, ezt tartsátok észbe. Ott az ingyen killet scout, ott az ingyen killet belopták. Hát mindegy, nem volt elég gyors. Az ingyen killekkel, vagy nem lopták be. Mindegy, akkor semmi. Ez azért úgy érdemes észben tartani, hogy az ingyen killekkel is nagyon sietni kell, mert hát nem... Hát ugye mások is szeretnénk megszerezni az ingyen killt, úgyhogy ez azt hiszem úgy mindenképp jó. Még a körnek is nekem a legnagyobb az valami 13 killstreak volt, amit úgy sikerült elérni az egyik életben, talán a legelsőben? Azt hiszem igen, úgyhogy az még nem olyan nagyon durva, de... Milyen 13? Volt 13 az? Nem tudom, mindegy, fogalmam is nincs mennyit értem el, de olyan nagyon durva számot még biztos nem, mert akkor emlékeznék rá, úgyhogy... Lehet, hogy valami 10 alatti szám volt, tényleg hirtelen elfelejtettem, hogy most mi történt, de... Igazából annyira nem is számít, úgyis mindenki látni fogja majd helyettem is, hogy pontosan mennyit sikerült elérni. Ó, én innen kiugrok, mert elég sokan vagyunk, és igazából senki nem foglalkozott velem, így befutottak minden oldalról az ellenségek, és senki még csak nem is lőtt rám, úgyhogy az úgy eléggé előnyös számomra szerintem. Benézzünk ide, ó, ott a heavy, ó, random crit. Igaz, így csak 86-ot sebeztem rá, de azért ez is valami ingyen kill. Köszönöm, ó, ez már nem lesz ingyen kill, lehet. Ő is már gyorsan mozog, úgyhogy meg kell küzdeni ezzel a killérben, mondjuk ez annyira azért nem durva. Én próbálom eltalálni ezzel a fegyverrel. Egyébként ez a fegyver ez nagyon pontatlan, az alappisztoly is nagyon pontatlan, de ez is. Úgyhogy néha azért úgy elismerem, vannak problémáim azzal, hogy megöljek embereket ezzel a fegyverrel, de azon kívül egyébként cukin néz ki, meg jól is menő minden, úgyhogy igazából bőven megéri használni. Ó, nem velem vagy? Ó, mekkorát repült a gyerek, mint a Force of Nature-t használtam volna, de nem. Úgyhogy gyerekek, nekem ezt nem is kell. Ötös kőszerik meg is van, ez úgy kiindulásnak nem rossz. Benézzünk ide, egy kis ingyen kill valahol. Ingyen killeket erre találunk, de most még itt se, úgyhogy azt hiszem kifogytak belőle. Felugrunk, ó, ingyen kill, ó, oké. Ó, a te sentry, az mondjuk nem ingyen kill. Számára én vagyok az ingyen kill, úgyhogy azt hiszem úgy kicsit másfele kezdek el. Ó, jön a spy. Itt mondjuk érdemes lenne elkapni, mert szerintem ő is egy ingyen kill kategória. Nem? Mi történik? Eltűnt a sentry. Mindig jó érzés, amikor egy random menekülő lángoló ellenségeket le lehet lőni, mert az úgy eléggé úgy megszégyenítem. Ne. Köszönöm szépen, majd belopták a killem, de igazából hálás vagyok, mert megmentettek. Csak ne ölj meg. Mi történik? Ennyi HP-ja van még. Mindegy, túléltem is ő is, úgyhogy ez úgy egyben kicsit rossz, de igazából sokkal jobb, mint amennyire rossz, mert hát én túléltem is. Nekem az sokkal fontosabb, hogy én éljek, mint az, hogy ő halott legyen, úgyhogy ezzel szerintem úgy eléggé összegeztem, hogy mi történt most. Szia, medik, te akár egy ingyen kill is lehetsz. És belopták. Egy bárdal belopták. Onnan azért kevés kínosabb dolog van, mint amikor azzal lopják be a fegyvered. Ne, 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 ne,
Oké, HP. Innentől remélhetőleg megölöm. Megölöm. Miért fut? Mit csinál? Mit csinál? És belopták, gyerekek. Ebben a videóban minden egyes killemet belopják. Jó, azért nyilván ez nem igaz, mert egy hetes killstreaken vagyunk pillanatnyilag, de azért úgy az átlagosnál sokkal nagyobb szinten lopják be a killeimet. Oké, lehet én is úgy mellé lövök meg minden, meg rossz fegyverrel kezdek el harcolni, tehát hogy a scout után elkezdtem futni a közel a címmel, akkor az nem pont ideális volt, de mindegy, azért értitek, hogy ez úgy észre lehet venni, hogy azért elég sok killemet belopják most. Ez egy hetes killstreak volt, és igazából nem tudom, hogy ez a legnagyobb, mert ugye valamiért úgy hirtelen nem emlékszem, hogy mennyi volt a legelső, de ez úgy annyira nem durván rossz. Tehát, hogy oké, lehetne bőven jobb is, de azért láttunk ennél már rosszabb készüléket is. Ez a scout, ez mit csinált itt? Szegényként gondolom eléggé félt a Sentry-től is. Szerintem van itt egy spy valahol, mert előbb beleakadtam valamibe. Úgyhogy ez itt eléggé gyanús. De nem, semmi gyanúsat nem látok, úgyhogy... Semmi további gyanúsat nem látok, úgyhogy azt hiszem felhagyok ezzel a elméletemmel. Felnézzünk ide. Nincs itt senki. Hát akkor egy picit szomorúak vagyunk, de az egyik kedvenc killem, gyerekek. Főleg, hogy meg lehet ezzel az ötös killstreak, az úgy még megszégyenítőbb. Igazából tényleg az egyik legjobb érzés a Team Fortress 2-ben, amikor is kivégzed a menekülő ellenséget. Tehát, hogy elkezd gyáván menekülni, hogy mentse az életét, és te meg kivégzed még azért is, úgyhogy... gyönyörű, gyerekek. Ez egy művészet. Itt a Sentry, haha. És még beloptam a Sentry-től. Oké, gyerekek, oda kell csalni az embereket, és utána belopni a Sentry-től a killet, úgyhogy szerintem az ajánlok a legjobban tulajdonképpen. Ne! A robbanó fegyver volt nála, az mondjuk szerintem megölt volna, úgyhogy eléggé kínos lett volna. 10-es kill, gyerekek, oké. Ha a legelső életemben nem is volt meg, akkor most már biztos megvan a 10-es, úgyhogy emiatt nem kell annyira aggódni. Ingyen kill esetleg nem. Most nem jár. Egy jó ideje nem volt már ingyen killem egyébként, tehát hogy most ilyen eléggé rendes killeket szerzek. A random crit. Az mondjuk, hogy eléggé segített az elején, de szerintem anélkül is meg lett volna. A demóban ez igazából közel kell menni, mert akkor nem annyira tudja megvédeni magát. Na mi van, kikezdesz velem? Így jár az, kikezd Wasabival. Igazából nem mindig, mert van, amikor Wasabi jár így, de... Ezzel most nem foglalkozom. Szállnak a random kritek, gyerekek, szállnak a random kritek. Ide is kell egy random crit, el kéne találni. Ott volt a random crit, csak nem találtam el. Ez most az én hibám, úgyhogy a játék megadta, de én nem éltem a lehetőségeimmel. Hol az a scout? Ott. Gyerekek, nagyon jó. Pont meglett. Pont azzal a menekülős killel meg lett a 15-ös killstreak, úgyhogy azt hiszem ez így eléggé gyönyörű. Igazából most meg lehet még a godlike is, mert az úgy néha megvan, de most látok rá lehetőséget, hogy megszerezzük, mert nem vagyunk olyan nagyon messze tőle. Ja, mondjuk így most meg kéne tölteni a fegyveremet, ne bánts! 16-os! 18-os, oké, csak a scatter gunomat néztem. HP-t! Légy szíves! Adja HP-t! Mi történik? Mióta várok? Oké. Gyerekek! Ez nagyon intenzív volt ott, hogy vártam a HP-re, és itt egy ingyen kill. Megvan a godlike, gyerekek! Oké. Gondoltam, hogy meg lesz most, mert elég jól indult a kör, meg minden is, az ellenségek is elég olyanok, de... Hát, örülök, meg lett, és ezzel meg is öltek, de ez engem már nem érdekel, mert meg lett a godlike, és valaki még gratulált is a chatbe az ellenséges csapatból. Nem biztos, hogy nekem írta egyébként, de semmi más nem látok, amire írhatta volna, úgyhogy én úgy veszem, hogy nekem gratulált. Hát, elértük a godlike készüléket, ennél feljebb én nem akarok menni. Szerintem ennyi lett volna az a videó, remélem tetszett. Sziasztok! Bocsi, szeretnék átmenni, de szépen azért,